A harmadik helyen álló Vasas kezdte jobban a mérkőzést, a cápák 10 pontos hátrányból kapaszkodtak vissza az első negyed végére 3 pontra. Aztán megváltozott a játék képe, a nagy szünetre már 2 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után tovább nőtt a különbség, a harmadik negyedben a vendégek építettek fel 10 pontos előnyt. Ez a különbség a meccs vége előtt 5 perccel is megvolt a két csapat között, aztán zárkózni kezdtek a fővárosiak, de a végjátékot követően Merin Mekmedovics csapata örülhetett 3 pontos győzelmének. Vasas nagyon kellemetlen volt. Ez egy nagyon agresszív fiatal csapat, aki látszik, hogy sokat dolgozik, és nagyon nagy tempóval játszolok. Mi ezt tudtunk, erre felkészültünk. Elején kicsit beragadtunk, mert nem találtunk a ritmusát és dobását, de nagyon gyorsan, egyenesen jártunk, és nagyon jól játszottunk utolsó másodpercig. Győzelem ez egy dolog, de úgy, hogy a január óta szerepeljünk ebbe a bajnokságban, mint egy karakteres csapat. Végső Bálint 35 percet játszva 11 ponttal járult hozzá a nyíregyházi csapat győzelméhez. Tudtuk, hogy a Vasas egy nagyon kemény csapat, nagyon fizikális ellenfél. Tudtuk, hogy mit játszanak, készültünk is rájuk, és teljes odaadással készültünk, próbálkoztunk, nem adtuk fel, az volt a lényeg, hogy harcoljunk, és hogyha tudunk, gyerünk. És ez sikerrel is járt, és győzni tudtunk egy nagyon kemény csapat ellen idegenben. A forduló további eredményei a következők: Salgótarján Fót 98-67, Cegléd TF Budapest 88-89, Óbudai Kaszások Meavsz 82-80, Újbuda Mavsz Jászberény 84-72, Pécsi VSK BKG Prima Akadémia 92-73 és Budafok Deac 23-76-91. A tabella élén a Pécs áll 21 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 19-3-as mutatóval rendelkező Újbuda Mavcot. A 7. Nyíregyháza a következő fordulóban a 6. Ceglédet fogadja. Ceglédnek van a néhány nagyon rutinos játékos, fontos poszt. Szóval Csavás 7-es poszton, nagyon rutinos. Csaba Gyuri 4-es poszton, aki nagyon rutinos. Van Velké Jani, aki egy nagyon jó dobó. És ők a húzó emberek. Első két meccs így jött pont, amikor váltás lett nálunk, és elkezdtünk valami dolgozni, nem voltunk készen. Második meccs kupán, az valahogy ilyen hangulatban volt, hogy nagyon nehéz volt, mert nekik pont akkor a legjobb formá volt. De most harmadik meccs szerintem van esélyünk, mert kaptunk ezt a magabiztosság. Tök mindegy, most ki az ellenfél. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Cegléd mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Continental Arénában.